lilafehér szív és egy jó bor. Második alkalommal választotta meg az UTE baráti kör, az UTE barátok borát. Második alkalommal rendeztem meg az UTE baráti kör, az UTE barátok bora elnevezési borversenyt, amelyre ezúttal 13 fehér bor nevezett. Az idei mustra győztes borát egy legendás mérkőzés emlékére palackozták, ugyanis éppen 40 esztendeje játszották a magyarországi klubfutball valaha volt legnagyszerűbb összecsapását, az Újpest FTC derbit, amelyen az Újpest nyert 8-3-ra. A zsűriben Őze István klubigazgatón kívül a klub sportolója, a londoni olimpiai bajnoka Dompi Rudolf, valamint a Pannonia női borrend nagymestere Keményné Konci Ildikó a zsűri elnöke foglalt helyet. A közönség soraiban a szurkolókon kívül jelen volt az egykori Újpesti Dózsa csapatának tagjai közül Tóth András, Dunai Ede, Juhász Péter, Nagy László, Kellner Jenő, vagy éppen Sarlós András. Velük együtt kóstolta a szép medüket a közelmúlt két kiváló játékosa, Urbán Flórián és Szlezák Zoltán is. A rendezvény keretében a jelenlevők megtekintették a Belgiumban élő Fazekas László üzenetét és visszaemlékezését a szenzációs mérkőzésről, és megemlékeztek az azóta elhújt mesterről Várhidi Párról, valamint az egykori játékostársakról Fekete Lászlóról és Kollár Endréről is. A bormustrát végül egy 2015-ös nedű, a gyöngyösi Dubic borászat és szőlőbirtok mátrai olasz rizlingre nyerte. A 8-3 bor hamarosan rendelhető lesz, melynek címkéjét Kántor Jenő grafikus művész, az UTE baráti kör tagja tervezte.